A zágrábi kisebbségi tanács és a horvát kormány emberi jogi és kisebbségi hivatalának szervezésében konferenciára került sor Eszéken, melynek fő témája a nemzeti kisebbségek és a média kapcsolata volt. A rendezvényen többek között Alexander Tolnauer, a kisebbségi tanács elnöke, valamint Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője is felszólalt. A zágrábi kisebbségi tanács és a horvát kormány emberi jogi és kisebbségi hivatala rendszeresen szervez konferenciákat és továbbképzéseket a nemzeti kisebbségeket érintő témákban. Ezen konferenciasorozat keretein belül július 6-án Eszéken ültek össze a témában jártas szakemberek, hogy megvitassák a nemzeti kisebbségek és a horvátországi média kapcsolatát. Az ügyben elsőként Alen Tahiri, a horvát kormány emberi jogi és kisebbségi hivatalának vezetője szólt. Budući da se nalazimo u 21. stoljeću kada su sve informacije doslovce u jednoj sekundi dostupne, samo promišljanje o medijima koliko može utjecati općenito na građanstvo, a onda i posebice na nacionalne manjine ima vrlo velik značaj. Naravno, danas će ovdje biti razgovora što o participacije nacionalnih manjina u javnim medijima, na nacionalnoj televiziji, iznijeće se određene preporuke, ali i razmatrati mogućnost o lokalnim medijima, što se može putem lokalnih medija, koliko sam upoznat na vašoj cijenjenoj televiziji, imate brojni sadržaje za nacionalne manjine, što je izvanredno. A szónokok az ehhez hasonló konferenciák fontosságát hangsúlyozták, hiszen a kisebbségek számára nagyon fontos a médiában való megfelelő megjelenés, főleg helyi szinten. Alexander Tolnauer, a kisebbségi tanács elnöke elmondta, hogy Horvátországban a nemzeti kisebbségek helyzete a média terén a legrosszabb. Dovoljno je reći samo jednu činjenicu, da u prošloj godini 4 programa prema izvještaju HRT-a zastupljenost manjina bila 1,45% u 24 sata programa kroz godinu dana. Dakle, manjine su u tom dijelu apsolutno na neki način stavljene u geto, nisu u programima koji bi trebali biti, sukladno onome što govori Ustavni zakon, znači integracija nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, jasno sa svojim identitetom. A s druge strane opet imate nešto što ne možemo izbjeći, da su manjine u onom političkom dijelu u kojem dolazi do nekih spornih situacija, tumačenja i tako dalje, čak i predzastupljeno. U svakom slučaju, od svih dijelova koje se tiču nacionalnih manjina u kojima učestvuje Republika Hrvatska, kojima moramo biti zadovoljni od financiranja kulturne autonomije i tako dalje, pitanje medija je najosjetljivije i još nije riješeno. Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője beszédében kiemelte, hogy mihamarabb megoldást kell találni a napjainkban az elektronikus médiában zajló kisebbség ellenes megnyilvánulásokra. Főleg az interneten, illetve az elektronikus médiában találkozunk azzal, hogy a kommentekben ellenőrzés nélkül találkozunk nap mint nap hihetetlen, brutális gyűlöletbeszéddel. Ennek a javítását tervezzük a horvát parlamentben nem sokára az elektronikus médiáról szóló törvény módosításával, remélem már a következő 10 napban, amellyel tulajdonképpen a kommentekért a felelősséget a kiadóra fogjuk ruházni, és egy kötelező regisztráción keresztül lehet csak erről levenni róluk a felelősséget, illetve átruházni arra, aki ilyen gyűlöletbeszédet kelt. A másik fontos téma pedig a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó tájékoztatás, ami főleg a közmédiában hiányos, és a horvátországi magyarság, de a többi nemzeti kisebbség törekvése is az, hogy próbáljuk visszaállítani azt a helyzetet, ami a horvátországi honvédőháborúig volt, tehát hogy volt nemzetiségi szerkesztőség a horvát köztévén, tulajdonképpen ugyanazt, ami a horvát kisebbség Magyarországon már rég megvan. Tehát ezek a fő törekvéseink, ezáltal próbálunk magunknak helyzetet teremteni ahhoz, hogy javítsunk, tehát hogy a mi hangunk hallatszódjon, illetve hogy a gyűlöletbeszéd ellenünk ne legyen többé olyan aktuális. Ha ezt a két témát meg tudjuk oldani, abban az esetben a következő hasonló fórumokon a jobb hírekről tudunk beszámolni, mint ma.
A konferencia második szakaszában a résztvevők a témában jártas szakemberek és professzorok előadásait hallgathatták meg.